Hűtőházat terveznek a nyírbátori gazdák termékei számára az ipari parkban. Az önkormányzati óvoda és bölcsőde részben, a bölcsőde két hétig teljesen zárva lesz, az óvodánál a központi intézmény folyamatosan fogadja a gyerekeket a nyáron. Szombatonként nyáron a könyvtár nincs nyitva, hétköznap a szokásos nyitvatartási idő alatt lehet kölcsönözni. Péntekenként az akusztikus zene kedvelői szórakozhatnak a Bátori Korzón a Szabadság téren. 19 és 21 órától lesznek a zenei rendezvények. Köszöntöm Önöket! Reméljük, hogy jól töltik a nyarat. A munka mellett azért sikerül pihenniük is. A Bátor Televízió híradóját látják, híreink következnek. Jelentős gazdaságfejlesztési pályázatot adott be Nyírbátor, amelynek eredményeképpen a nyírbátori mezőgazdasági termelők hűtőházban válogattathatják, osztályoztathatják és tárolhatják értékesítésre szánt termékeiket. Ugyanez a pályázat a József Attila utca meghosszabbítására is tartalmaz forrásokat. Idén az önkormányzat már 8 pályázatot is benyújtott, ezek egy része infrastruktúrális pályázat, de van közöttük gazdaságfejlesztési pályázat is, és ahol vagyunk, ezen a területen egy gazdaságfejlesztési pályázatot valósítanának meg. Konkrétan miről van szó? A TOP Plus felhívás keretében adta be a város azt a pályázatát, amelyik két projektelemet tartalmaz. Ennek a nagyobbik része itt ezen a területen önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon egy hűtőháznak az építéséről, és ennek az eszköz felszerelés beszerzéséről van szó. Az önkormányzat úgy gondolja, hogy ennek az üzemeltetésével a helyi gazdáknak nyújtanánk segítséget sikeres pályázat esetén természetesen. Tehát itt magyarul az önkormányzat épít egy hűtőházat, hogyha sikeres a pályázat? Igen, az önkormányzat építene egy hűtőházat szükséges felszerelésekkel, és a gazdáknak önköltségi áron, termelőknek, gazdáknak önköltségi áron biztosítanánk az osztályozásnak, a szelektálásnak és a hűtésnek a lehetőségét, hiszen nagyon sok kis termelőnek ez az infrastruktúra jelenleg nem áll a rendelkezésére. És a pályázat másik része pedig itt is útépítés lenne? Egyrészt a József Attila utca északi irányba történő aszfaltozását jelenteni, másrészt pedig a Koloplaszt utcának szintén északi irányba történő aszfaltozását, ezzel is feltárva az ipari park bővítéséhez a további területeket. Technikai okok miatt kéthetes leállás lesz az önkormányzati napsugár bölcsődében. A bezárás július 25-től két hétig tart. Az önkormányzati óvodában az Iskola utcai kerekerdő nevű központi rész folyamatosan működik a nyáron is. Technikai okok miatt a József Attila utcai százszor szép tagóvoda 4 hét leállás után hétfőtől már újra nyitva van. A nyitni kék tagóvoda hétfőtől 4 hétre bezárt. Teltházzal működik a bölcsödénk, egy pár hiányzunk van, a gyerekek a nyár nagy részét itt töltik nálunk. Ezen a héten és jövő héten családi napot tartunk mind a két gondozási egységben külön-külön. Ilyenkor egy kicsit elbúcsúzunk azoktól a gyerekektől, akik óvodába mennek, a szülőknek kedveskedünk egy kis mondókacsokorral, és az a lényeg, hogy együtt töltjük a szabadidőt a családokkal és mi kis gyermeknevelők közösen. Lehet-e jelentkezni, vagy teljesen már teltház van? Szeptembertől mennek át gyermekeink óvodába, az ő szabad férőhelyüket folyamatosan töltjük fel. Jelenleg már 48 helyre feltöltődött a bölcsödénk, illetve folyamatosan lehet jelentkezni. Várólistán is vannak már gyermekek, de mivel bölcsödén nem kötelező ellátás, ezért itt folyamatosan vannak még szeptemberben is változások, tehát aki szeretne még bölcsödei ellátást igényelni, az keresse fel minél hamarabb a bölcsödénket. Mettől meddig lesz zárva a bölcsőde? Július 25-től augusztus 5-ig tart zárva a bölcsödénk. Ezen időszak alatt nagy takarítási és felújítási munkálatok fognak megtörténni. Ilyen például a tisztítófestés, az két csoportszobában a PVC burkolat kerül lecserélésre, illetve az egyik gondozási egységben a kinti terasz burkolatának a javítása fog megtörténni. Ezek lesznek a fő nagy munkálatok, de ezek mellett a kerti játékoknak a karbantartása, festése, illetve bent is lesznek kisebb karbantartások.
fenntartási munkálatok. Ha bárkinek van valamilyen kérdése ezen időszak alatt, akkor kit lehet keresni? A Nyírbátorváros Szociális Szolgálata, a Várút 1 szám alatt van a központjuk, ott bármikor szívesen segítenek nekik, illetve a központi telefonszámon, a 42-es körzet 630-863-as telefonszámon bármikor bárki érdeklődhet. Két kinti tagovodánk, a Nyitnikék és a Százszor Szép Tagovoda 4-4-7-re a hagyományokhoz híven bezár. Ez alatt az idő alatt természetesen aki zárva van, átviheti a szomszéd óvodába a gyermekét, hogyha igényli. Ez alatt az idő alatt történnek a nyári karbantartások, illetve a tisztasági festések. Ez alól kivétel a mi székhelyi intézményünk itt az Iskola úti óvoda, hiszen mi már harmadik éve nem zárunk be egyáltalán. Nekünk az a szerencsénk, hogy itt ugye van egy kis épületünk és van egy nagy épületünk, és meg tudjuk, el tudjuk látni a gyerekeket folyamatosan. Tehát ha a nagy épületben vagyunk a gyerekekkel, akkor a kis épületben történik a nyári karbantartás, illetve a tisztasági meszelés. Ha csökken a gyerek létszám majd olyan augusztus elejére, akkor átköltözünk a kis épületbe, és akkor a nagy épületben történnek meg ezek a munkálatok. Itt pont olyan óvodai éle zajlik, mint a nevelési év folyamán bármikor. Egyébként pont most folyik az Erzsébet tábor, és 50 kisgyerek most jelenleg a kemping területén tartózkodik ezen a héten. Rajtuk kívül még 40 gyermek jár ezen a héten óvodába, tehát ha ezt a létszámot összeadom, akkor az 90 fő. Tehát a 163 egész éves létszámunkhoz viszonyítva ez úgy gondolom, hogy egész magas létszám. Mindenki jöhet, aki szeretné igénybe venni nyáron is az óvodai nevelést. Lesz-e bármilyen változás még, ami nyáron történik meg? Itt az Iskola úti óvodában egy födémszigetelés fog bekövetkezni. Ezt beterveztük ennek az árát a költségvetésbe. Ha majd csökken annyira gyerek létszámunk, hogy tudunk költözni a kisépületbe, akkor ez lesz egy ilyen nagyobb felújítás. De a nyári karbantartásban még az udvari játékok festése is beletartozik. Ezt is szeretnénk megoldani, hogyha kevesebb gyerkőc jár majd az óviba. A Városi Könyvtár szombatonként a nyáron zárva tart. A kölcsönzési idő hétköznaponként a szokásos időben 9-től 17 óráig zavartalan. A könyvtárban változatlanul működik a könyvturkáló. A kölcsönözhető könyvek között már ott vannak az új könyvek is. A gyermek részlegen az egyik legsikeresebb mű, a Labi az erdő pékje is megtalálható, amelyet Baracsi Gabi, nyírbátori művész illusztrált. Folyamatosan érkeznek hozzánk új könyvek, úgyhogy a gyerekrészleg és a felnőtt részleg is folyamatosan gyarapszik. Nagyon sok olyan újdonságunk van, amiben most vagyunk éppen érintettek, az e-generáció, aztán nagyon sok olyan digitális dolog, amivel talán nem is bír a mi korosztályunk, de nagyon érdemes tájékozódni ezeket illetően. Ami a nyári hónapokban szerintem nagyon népszerű lesz, egyébként egész évben működik, az a könyvturkálunk. A folyosón, az emeleti folyosó részen van egy olyan állomány rész, ami nem is a könyvtárhoz tartozik, hanem olvasók szokták behozni. Ezek általában olyan feleslegessé vált könyvek, amiket vagy elolvastak, vagy olyan kis saját állomány rész, ami kikerült az ő otthonukból, innen ingyen elvihető. Kik látogatják leginkább nyáron a könyvtárat? Nagyon vegyes a forgalmunk, vannak például nyaralóink, vannak olyan gyerekek, akik most jobban ráérnek, úgyhogy ilyenkor van kiemelt állomány részünk, például olyan kézműves foglalkozással, vagy olyan tevékenységgel foglalkozó könyvek, amiket ilyenkor jobban tudnak forgatni, hazavinni, és akkor ezekben egy kicsit elmélyülni. Egyébként pedig a gyerek részlegen a kötelező és ajánlott irodalom, a felnőtt részlegen pedig a szórakoztató a legnépszerűbb most. Pierre Philippe Loest vagyok, Vácegresről való, és itt nyaralok most egy hétig. És te vagy most a legújabb beiratkozó itt a könyvtárba. Miért iratkoztál be? Hát azért iratkoztam be, mert nagyon szeretek olvasni. Elsőnek úgy volt, hogy egy könyvet ki nem bírtam nyitni, de azóta már elolvastam egy állatmentő könyvet, és utána rám jött a mánia. Milyen könyveket olvasol legszívesebben?
először ezt az állatmentőket olvastam ki, mindegyik fejezetet, mert nagyon tetszik, most pedig a Ropi naplójával tartok. Tegnap azt kölcsönöztem ki. És papáékkal, mamáékkal hová mentek még, milyen programokat csináltok? Ezen a héten azt tervezzük, hogy holnap kimegyünk a lovas klubhoz, és csütörtökre pedig, hogy a templomoknál festünk egy pár képet. Van-e kiállítás esetleg, ami látogatható rendszeresen itt a könyvtárban? Most a nyári hónapokban egészen szeptemberig, szeptember végéig tervezzük, hogy látogatható. Volt egy Szeretj Stúdió című kiállításunk, ami gyerekmunkákból készült, és itt szintén az emeleti folyosón látható. Nyáron mikor van nyitva a könyvtár? Annyi változás van a szokásos nyitvatartáshoz képest, hogy szombatonként zárva vagyunk július és augusztus hónapban. Egyébként a hagyományos nyitvatartásunk van, tehát 9-kor nyitunk, és 5 óráig vagyunk minden nap. A nagy koncertek után kisebb szabású, mondjuk úgy bensőségesebb nyári szórakoztató rendezvények lesznek a Szabadság téren. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kisebb zajjal, de könnyen átélhető zenei rendezvényekkel szórakoztatják a nyírbátori közönséget péntek esténként. Érdemes kimenni a térre már este 7-re, de aki elkésett, az 21 órától is szórakozhat a második koncerten. Ezen a rendezvényen minden nap két-két akusztikus előadó mutatkozik be. Július 22-én a Latin projekt, illetve az Acoustic Flow, a zárásként pedig július 29-én az Orka Akusztik, valamint Léhát Mila és Bolgár Batli mutatkozik be. Hogy lehet elmondani, elmesélni ennek a korzónak a hangulatát? Ugye itt a kollégák mindent elkövetnek, hogy egy olyan különleges hangulatot teremtsenek erre a 3 hétre, ide a Szabadság térre, ami ugye az év tovább többi részén nem látható. Itt egy hangulatvilágítással, illetve különböző hangulat elemekkel, ugye akik már részt vettek, azok tudják, hogy itt mindig ilyen kis különlegességek társulnak a zenéhez. Ugye ahol tehát a beszélgetések mellett egyébként főként egy háttérzeneszként szolgál ezeknek az akusztikus előadóknak a műsora. A vendéglátó egységeket idén is biztosítani fogjuk, tehát nem kell messzire menni, itt a helyszínen ételt, italt fogyaszthatnak ugye a résztvevők, valamint a gyerekekre is gondolunk, hiszen nagyon sok szülő gyerekkel érkezik, és nekik is biztosítunk különböző játékokat, hogy el tudják foglalni magukat. Ezek a koncertek ingyenesek lesznek? Igen, ez ingyenesen látogatható, illetve idén nincsen semmilyen korlátozáshoz kötve a részvétel. Kedves nézőink, Önök a Bátor Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.